Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, önöket, polgártársak, szeretteim, Ékely Sima tagok. Az Úr hatalma, szent áldását kérem mindannyiótokra, és hogy óvjon titeket, óvjon minket minden rossztól, csak a jót kapjuk meg az Úrtól. Mert ha kérjük, szeretett barátok, polgártársak, megadatik, ugye mondja a Biblia is, csak oda kell szólnunk föl, és megjön a jó. És persze abba hinni is kell, ez igaz. Engedjétek meg, hogy elmondjam nektek, hogy azzal a céllal jöttem én ide a parlament elé, csodálatos háttér, ez látható. Azért jöttem ide, hogy a politikusok felé egy tiszteletbeli kéréssel forduljak, amit már írásban egyébként megtettünk. Amennyiben lehet, a kormány és az ellenzék szavazza meg azt, hogy polgármesteri hivatalok kapjanak olyan elkülönített összeget, amivel a rászoruló nagycsaládosokat, szegény családokat, idős embereket tudják segíteni egyszeri havi összeggel, illetve addig, amíg ez a koronavírus jelen van hazánkban. Ugyanis, ugye arról kell azért szót ejteni, hogy mit is hozhat az, mikor családok pénz nélkül vannak, és nem tudnak annyi hideg élelmet, vagy annyi élelmet tartalékolni, amivel a családjukat el tudják látni. Bűnözési hullám lehetséges, és azt gondolom, hogy meg tudjuk előzni azzal, hogyha ugyebár ez a kérelem mondjuk esetlegesen megszavazásra kerül. Ez egy tiszteletbeli kérés, és én azt hiszem, hogy a jóérzési politikusaink azok meg fogják szavazni, ebben nagyon hiszek, nagyon bízok benne. Továbbá néhány nappal ezelőtt már kértem, hogy amelyik politikus, parlamenti képviselő, vagy parlamenten kívüli képviselő is lemond a tisztelet díjáról, arról a havi összegről a rászoruló mély szegénységben élő családok részére, azt a politikust Isten ezerszer meg fogja áldani. Kívánom, hogy áldjon meg titeket is az Úr, a mindenható, velünk együtt, a szeretteim együtt. Tehát kérjétek az áldást, és azt gondolom, hogy az ima az hatalmas cselekvő erővel bír, és ha imádkoztok, akkor jön a jó, persze hinni is kell benne. Legyetek áldottak mindannyian, sziasztok!